Hello. Mi a pálya, Lili? Minden sziasztok. Oda jó súzod van. Thank you. Nike vagy Adidas? Adidas, Adidas. De ez most Nike? Turiba vettem Adidas, nem láttam? Szép. Ez egy Adidas cuka. Piacra szoktál járni? Persze, hát ott lakom. Piacon lakok, ott szoktam menni, minden. Használt ruhát? Hát csak azt, hát most az újonnan, az minek? Az nem kell, az aha, már nem trendi. Szabolcsot szereted? Nagyon szeretem, hogy ne szeretném. Hát mikor anyuékhoz hazamegyek, legnagyobb forma a Szabolcs. Mit szoktál reggelizni? Vajas kenyeret. Nincs otthon más, vajas kenyér van. Vagy zsíros kenyeret hagymával. Melyik volt a kedvenc zenét 2021-ben? Úristen, a sajátom. nem tudom. Én nem tudom. Jó lett, hogy a metró előtt reppelsz. Nagyon szépen köszönöm, erre nem tudok sajnos válaszolni. Mi a kedvenc színed? A piros, fekete és az arany. Ez a három. Gucci vagy Armani? Háda. Nincs itt pénz Gucci-ra, Armani-ra nincsen, háda. Hányas a lábad? Nekem 39. Rád megy a 40-es is? Rá, hogy ne jönne rám. Magas sarkut milyen gyakran hordasz? Heti 4-szer körülbelül. Milyen rossz szokásaid vannak? Csak rossz szokásaim vannak. Káromkodok, gusztustalanul beszélek, bunkó vagyok az emberekkel. Hát meg igazából ezt reggelig sorolhatnám amúgy. Jó tulajdonságot kérdeztél volna, azt hamarabb felsorolom. Melyik a jó erények, amikre büszke vagy, hogy azért? Erős vagyok, kitartó vagyok, nem bízok meg az emberekbe, nem tudnak átbaszni. Ezeket szeretem. Emlékszel te még, hogy Ivivre volt ilyen? Volt Ivivel. Úristen, volt, és anyukám elvert. Ne. Mert nem lett volna szabad, de volt Ivivem. Melyik volt az első zene, amit feltöltöttél a netre? Első zene. Aha. Petőfi Sándor. A Petőfi Sándor igen. Volt. Igen. Az. Van kedvenc filmed? Van, Csillag születi. Ah. A Lady Gaga, Bradley Cooper. Aha. Azt nagyon szeretem. Rajzfilmed? Finn és Jake, Rick és Morty, Stitch. Bogyó és babóca. Hány tetkód van? Nem tudom megszámolni. Piercing? 1, 2, 3, 4. 4. Jelenleg 4. Mióta van jogsid? 2 hónapja. Álomautó? Ott van kint, Volkswagen Scirocco. Benzines vagy hibrid? Benzin. Amikor elmész valahova, akkor kártyával fizetsz, vagy inkább készpénzzel? Kártyával. Mindig. Nincs is készpénzem soha. Aha. Kártya. Min hallgat zenét? Spotify-on vagy YouTube-on? Mind a kettő egyszerre. Ha lenne Starbucks, és te találnád ki, hogy kik azok a magyarok, akik szerepelnének benne, és mondjuk összeúrasztanád őket, emlékszel erre a formátumra? Uh-huh. Kiket bunyóztatnál? Magamat meg a nem az a lányt, azért azt nagyon jóban vagyunk, de azt megnézném. Na, én mindenkit mindenkivel, simán. Mert... Hány pár cipőd van otthon? 70-80 körülbelül. De lehet, hogy több. Milyen nagyon gyakran jársz fodrászhoz? Havi egyszer. Kb. Melyik volt a kedvenc zenéd, mondjuk, ami mondjuk meghatározta a gyerekkorodat? Megjött Pixel is. A kávét is? Cukorra vagy aha, édesítővel iszod? Cukorra, minden ő is itt van, erről nem volt szó. Mennem kell, hívtak. Elnézést, mi volt a kérdés, nem figyeltem. Melyik volt a nagyon nagy kedvenc zene, mondjuk rapbe, ami nagyon meghatározó volt? Úristen! Fogalmam nincs, ezt sem számokat hallgattam kiskoromban. Kemény. Kedvenc kajád? Sushi. Meg a töltött káposzta. Hamburgerben mi legyen? Milyen feltét még pluszban? Hagyma minden mennyiségben, meg sajt, a többit nem érdekel. Kedvenc nyaralásod? Soha nem voltam nyaralni, úgyhogy Szabolcs megye. Oda járok nyaralni. Szabolcsi gyírosz mitől olyan speckó? Fú, ezt nem lehet elmondani, ezt meg kell kóstolni. Szabolcsi gyírosznál nincs jobb. Twin Peaks-t ajánlom, nem reklám. De lehet az is, ha fizetnek. Bor vagy sör? Vodka. Vodka. Na, egyiket sem szeretem. De ha nagyon muszáj választani, akkor bor. Sört, ezt gyűlölöm. Amikor visszajön Szabolcs, csak mondják, hogy pálinkat, akkor tudsz jó pálinkákat onnan? Nem, én nem szeretem a pálinkát. Nem tudom meginni, mert beleszagolok és behányok. Nem megy. Én ehhez gyenge vagyok. Ki a kedvenc színészed? Most, nem tudom a nevét, valami Ducsi csaj. Kis kövér, kis szőke kövér csaj, nem tudom, hogy hívják. Messi vagy Ronaldo? Egyik sem. Mi a kedvenc sportod? Röplabda. 5 évig toltam. Csak már nem látszik. Ha mehetni olimpiára, akkor röplabdáznál? Igen. Egyértelmű. Szőke vagy barna? Fiúba? Barna. Fiúba? Úristen, barna.
minden barnája legyen. Szoknyát milyen gyakran viselsz? Soha. Soha. Hú, mondjuk most volt rajtam a múltkor kétszer is, de van két szoknyám összvíz. Húha, nagyon-nagyon ritka. Online vagy offline? Offline. TikTokod mennyire szereted? Én nagyon szeretem. Én ezt, én még akkor csináltam azt, akkor kezdtem, amikor még musical.ly volt. Majdnem 7 éve. Barátok köztök nézted? Igen. Igen. Vega nem vagy, tehát abszolút húsok jöhetnek? Másfél évig voltam vega, mert rosszul voltam a hústól, bármilyen húsról volt szó. Aztán felköltöztem Budapestre. Melyik az a három Instagram, amit mindig megnézel? A vállalkozói Instagramom, azt mindig nézem. A kutyámnak meg a macskámnak az Instagramját is szoktam nézni, meg van kamu Instagramom, és abból nézem azokat az embereket, akik letiltottak. Aha. Boniem. De azt nem mondom el, hogy mi a neve, mert akkor rájönnének, hogy én nézegetem őket. Mr. Mish vagy Hiro Jobbasi? Ah, én nem szeretnék megbántani senkit, de egyik sem. Nem az esetem. Hiro Tamár voltam terhes, ugye olyan cikk már volt. Mishel volt szexuális kapcsolatunk, ilyen cikk is volt. Úgyhogy állítólag mind a kettőhöz volt közöm, de amúgy egyikhez sem. Nem tudom. Nem tudom. Talán Hírót választanám csak azért, mert ő még kulturáltabban viselkedik. Van házi állatod? Van egy kutyám, meg egy macskám. Meg van egy párom. Őt is házi állatnak nevezném. Emlékszel még, hogy volt ilyen zene nagyon régen, hogy Mizu? Ez a Fluor Tomi. Tudod, ki írta a zenéjét? Nem. Pixa. Nem! Úristen, fúj! Úristen, ez komoly. Én ezt miért nem tudtam? Most egy világ jölt össze bennem. Ennyi volt, drága, nagyon kösz. Ennyi? Uh-huh. Ha, nem csinálunk még, hogy hármat ebből.